Ivan Németh, Čelica. Čelica je mala muha, ka ne poznat, ne zna truda. Rano jutro je ustani, topluju sunčani traki. Čela kitice pozdravlja, kod njih slatkoče nahadja. Večija use ta friški mjad, domuan ide s njim hitro prijad. V marivosti nima mire, dila najde, ko njih išče. Od njeja se moramo učit, da vako bi morabo bit. Dragi naši gosti, s ovim kratkim programom vas u srca pozdravljam na današnjoj prezentaciji knjige našega staroga školnika Ivana Németha. Dopustite mi da ekstra pozdravim načelnika našega sela, Viktora Koguta. Čobu Horvata, predsjednika. Ravnateljicu naše škole Editu Orban Popović. Našega parnika Tomaša Barheja. I pozdravljam naše goste. Rekli smo da ja ću mjesec pozdraviti kad su oni predavači vidi, ali ja bi još nek pozdravila dr. Šandora Horvata. I gospodina Rasla Mejara iz Ljubljana. I na zadnjem, ne u zadnjem redu, pozdravljam potrige člane familije Nukiće Ivana Németha. Oni ovdje najpar sidu, oni su Djör, Žuža i Valerija. Kuda se te prišegujem za najdobnerima šukrata, tako sam tam kada švendigenke, polgármesterünk ezt, Tamás atyát, igazgatónunkat, Horváth Csabát, a Grejdisei Horvátok elnökét, dr. Horváth Sándort, aki majd bemutatja a könyveszolgót, a könyv szerkesztője, Mayer László urat, a levéltárnak a munkatársát, és végül, de nem utolsó sorban Németh János családjának tagjait, az unokákat, Györgyünk, Zsuzsannát és Valériát és az ő családtagjaikat, és nagyon-nagyon örülünk, hogy eljöttek ma ide erre a könyvbemutatóra. Veliki dan je voza nas i jako smo čekali ovdje dan, kad je naša jedna stara želja bila da
i zamuvan knjige dnevnik zapise našega staroga školnika Ivana Nemeta. I lani kad je došla jedna prilika da moramo dati natječaj za ovu knjigu, onda smo zgrabili ovu priliku pa smo dali unutra natječaj. Malo smo se zakasnili kad smo pozitivan odgovor za natječaj dobili kasnu jesen. I to znači da smo dosta kasno mogli začeti, tako da smo se zapravo jedno leto zakasnili. Kad smo lani svečevali jubilej, 50. jubilej smrti staroga školnika. Ali to nas sad jako veseli da smo možne ovdje i da si knjige držimo u ruki. A zašto smo držali važno da se ova knjiga pojavi? Kad smo tako mislili da ovo se, što je jako vrijedno i opkin što su naš školnik napisali, da to ne pravaju samo njih gdje koji projedu unutra u arhiv, u sambatijski arhiv i onda prelistavaju knjav dnevni, nek da se to mora dati u ruke širije publike, u ruke svi nas, koja zanima prošlost našega Petrovoga sela. Tako da smo sad ovdje i da držimo u ruka njegove knjige. I dopustite mi da vam oštujko velim da stari školnik za me gorčura znači kad u našnje vrijeme kad sam si svoj diplomski rad pisala pred 20 leti, onda sam čuda da nisi bila ja u arhivu sam Batijanskom, pa sam njegove knjige gledala štala, čuda što je pisala iz njih, tako da meni srce jako blizu stari školnik. A i to more reza i u školi od njega živimo. I iz njegovi jačkovi pjesmi živimo, kad jako čuda povidali naša rica, ne nek doma se navučimo, nekad idemo na natjecanja u Kojnov iz Lipoga govora i recitiranja, onda naša rica njegove pjesmice povidaju. A što nas jako veseli, jako drago našemu srcu, da ne nek naša rica povida njegove pjesmice, negi dica iz Kojnova, iz Bizonje, iz Čatara, Šnardi, iz Harbarskog Židana. Tako da je on jako veliki kinč, jako veliko bogatstvo ostavio na nas, ne nek za nas odraščene, nek i za našu ricu. A što je u ovoj knjigi, to ćete i sami vidjeti da je za istinu jako čuda vrednoga u njoj, od prošlosti, od historije Petrovoga sela, od gospodarstvene prošlosti, tako da smo za istinu veseli da smo sad ovdje svi skupa. Néhány gondolatot mm-hmm. magyarul is szeretnék elmondani. Nagyon nagy nap ez a mi számunkra, hiszen régi vágyunk volt, hogy ezt a naplót, amit a Vasmegyei Levéltár őrzött eddig, hogy egy szélesebb közönség elé tárjuk, tehát ne csak azok lapozgassák, akik annak idején bementek a levéltárba, és valami kutatást végeztek, vagy anyagot kerestek az ő tanulmányi közösségnek, hanem ez akkora érték, és olyan nagy kincs van ebben a naplóban, hogy valóban úgy éreztük, hogy ezt szélesebb közönség kezelébe kellene adni, a Péter Faja kezébe, hogy olvassák, hadlássák, mi van benne, Szent Péter Faja történetéről, történelméről, és nagyon sok olyan dolog, ami valóban értékes számunkra, az olvasó számára. Személyes élményem, hogy több mint 25 évvel ezelőtt, amikor írtam a szakdolgozatomat, sok időt töltöttem a levéltárban, a Szombathely levéltárban, akkor még a régi épület volt, és tudom, egy kis régi lámpáknál ültem, és ott írtam a könyvet, és írtam ki magamnak a nagyon szép kis verseket, énekeket. Nagyon a szívemhez nőtt Németh János volt kántor tanító, és azóta is nagyon sokat jelent nekünk az iskolában is, hiszen az ő verseiből élünk. Nagyon kevés a gyerekvers, Kreditsei horvát nyelven, és éppen ezért évekkel ezelőtt kiadtuk az ő kis gyerekverses könyvét, amit hát sokan ismernek, ebben vannak összegyűjtve az ő gyerekversei, és nem csak mi szavaljuk a szavalóversenyeken ezeket a verseket, nem csak a mi gyerekeink, hanem más régiókból is, más horvát falvakból is, Bezenyéről, Kimléről, Horváth Zsidánkból, Felsőcsatáról, Hopházáról is sorolhatnám tovább. Tehát valóban érték az, amit ő teremtett, amit ő alkotott, és hát felnézünk rá mindannyian. Néhány gondolatot azért szeretnék még elmondani. Igazából picit megkéstünk a
könyv kiadásával, hiszen tavaly volt egy lehetőségünk adni egy pályázatot erre a könyvre, hogy kiadhassuk. Mivel a pályázat kiírás, illetve a pozitív válasz a pályázatra elég későn érkezett meg, ezért későn tudtunk nekiállni a könyv szerkesztésének. Úgyhogy egy évet késtünk, hiszen az volt a célunk, hogy a tanító halálának 50. évfordulójára adjuk ki a könyvet. Most pont egy éve, hogy ez az évforduló volt, és 51 éve, hogy a Németh János tanító elhunyt. De örülünk, hogy most végre itt hagyhatjuk a könyvet a kezünkben. Én most a köszöntő végén szeretnék köszönetet mondani, így sorban, időrendi sorrendben mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a könyv megjelenhessen. Elsősorban a családtagoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy megjelenjen a nagypapájuk könyve, naplója, kézirata. Aztán szeretnék köszönetet mondani a levéltárnak, Májer László úrnak, akik engedélyezték és számunkra kiadták a naplót, hogy azt legépelhessük. És két testvér, egy testvérpár, Subics lányok, Eszter és Zsófi gépelték be ezt a töménytelen mennyiséget, több száz oldalt, az ő kézírását a számítógépbe. Nem kis munka volt ez sem, és amikor már megvolt a gépelt változata, akkor pedig átadtuk a szerkesztésre Horváth Sándornak, aki ugyancsak nagyon sok időt töltött azzal, hogy hát ilyen formában hozza a könyvet, ami most itt a kezünkben van. És hát nem utolsó sorban Horváthik a kiadónak, aki pedig kiadta a könyvet, talán nem felejtettem ki senkit. Én most átadnám a szót dr. Horváth Sándornak, a szerkesztőnek. Sándor mutat Májer úr, akkor Májer Lászlónak elnézést, hogy köszönjük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a megjelent kedves rokonok és mindannyian a hely lakosai. Akkor beértem a faluba, lassítottam, nem csak azért, mert a tábla jelzi, hogy hány kilométeres sebességgel szabad ezen a lakott területen áthajtani, hanem abban az érdeklődő szemmel, amilyennel talán egy idegen hajt be a faluba. Mit láthat, illetve mi az a tárgy objektum, legyen az egy kereszt, egy templom, egy iskola, egy jegyzői lak, vagy egy tanári lakás, amit mondjuk azonosíthat még abból a korszakból, amikor Németh tanító úr itt él, és naplójában, kérem, talán hallják is, ugye a napló az idézőjelben van. Erre talán majd vissza fogunk térni. Falun végigmenve, több mellékutcába is benéztem, azt láttam, hogy a Németh tanár úr által idézett mondás, miszerint voltak olyan időszakok Szentpéterfán, amikor a községi pénztárból kellett pénzt kivenni, hogy egy nadrágot vegyenek a nősülés előtt álló legényeknek, mert a vőlegénynek nem volt olyan nadrágja, hogy illő módon elkísérhesse a mennyasszonyát a templomba. Ez az időszak elmúlt. Szintén igaz az a megállapítás, hogy az itt élőek, Istent élőek, ez bizonyította az is, hogy hányan tótultak ki a templomból, pont akkor érkeztem ide. Becsületes emberek, ezt talán a Kismegyei Rendőrkapitányság is megerősíti, és dolgosak, jóra való munkás emberek. Egy picit másként is lehetne ezt összefoglalni, azt is mondhatjuk, hogy a szentpéterfaluak gazdagok. Nem csak anyagiakban, hanem szellemiekben is. Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy pár perc alatt még erre a könyvbemutatóra készültünk, és nem irodalomkutatást végeztünk, nem könyvtárakba búvárkodtunk. Ennyi kötetet szedtünk össze, amely érinti, vagy monografikus szinten Szentpéterfáról szól. Ezt nem mindegyik magyarországi település mondhatja el magáról, és a vasmegyei falvak közül is jó páran imádkoznak azért, hogy egy-egy kötetük megjelenjen. Tehát egy dolgos, Isten félő népről van szó. Ilyen ember volt maga Németh is.
Nem tudom, hogy mi indította arra, illetve saját maga írja, hogy a történelmi események, a falu története, gazdasága, ezt össze kellett foglalni. A korszakban, 1930-as években vagyunk, ugye tanterpi szinten is megjelenik a hazaszeretet, a honszeretet ápolásának igénye, és érezte, hogy az egyre több megjelenő új tanító, aki nem helyből való volt, lehet, hogy nem is beszélt horvátul olyan volt, mint én, ez nem volt tisztában a falu történetében. Tehát úgy érezte, hogy meg kell tennie, hogy az általa ismert adatokat lejegyzi. Naplónak nevezzük íme a korpus, tehát így néz ki német tanár úr kézirata, ami 1973-ban került a Vasmegyei Levéltárba. Megpróbáltam utána nyomozni, mert ez, hogy bekerült, ez valami nagyon semleges szó. Ez semmit, mi volt ez? Ajándékozás, letét, vásárlás. És furcsa, hogy levéltárosként azt mondom, de nem jutottam igazán eredményre. 1973-ban az iratgyarapolási naplóban szerepel ez a tétel, de nincs mellette egy iratszám, se pedig egy befizetési naplószám, tehát magyarul nem tudom megmondani, hogy a család ajándékaként egy padlásról került elő, konkrétat nem tudok mondani. Azt viszont el tudom mondani, hogy a Vasmegyei Levéltár az 1970-es években 6-8 ezer iratfolyóméter anyaggal rendelkezett. Ezt úgy szoktam érzékeltetni, hogyha a Vasmegyei Levéltár Szombathelyi épületétől elkezdjük ezeket az iratokat lerakosgatni, akkor úgy Vép határába körülbelül ott kérne téged. Azt lehet mondani, lehet, hogy ez Bencik Gyula, a levéltáros kollégámnak egy túlzó kifejezése, de az egyik legtöbbször forgatott irattípus, iratanyag, ez német tanár úr naplója volt. Mit jelentett ez? Most hangzott el, hogy ugye szakdolgozók nagyon sokan jöttek be. Pedagógia szakosok is, akik ugye a tanár múltját kutatták, de ugyanott ott voltak a horvát nyelvvel foglalkozók, a néprajzosok, hiszen ebben a munkában nagyon sok a népélettel kapcsolatos megjegyzése van, és természetesen jöttek a falu lakói is. A rendszerváltás után érezhetően megnőtt természetesen a kutatók száma, polgármester úr, megjelent Filipovics Ferenc bácsi, akit csak a levéltárban is már Feri bácsinak hívtak, aki nem tudom, hogy azonos-e abban az 1933 áprilisában hatodikos tanulóval, aki az akkor éppen adminisztrátorságából plébánosság kinevezett új egyházi vezetőt versen, illetve beszéddel köszöntötte. De ilyen ismerős nevek hangzottak el már akkor is. Az érdeklődés természetesen a tudományos oldalról, tehát akik hivatásszerűen foglalkoztak ebben a kötettel, így természetesen kezébe vette az a Tóth János, aki szociológiai szempontok szerint vizsgálta a falu modernkori történelmét. Ebben a régi kutatóteremben volt olyan időszak, amikor ezt a naplót vissza se vittük a helyére, mert alig, hogy lekerült a raktárba az alsó szintre, már jött valaki. Kollégáim fogadásokat kötöttek, hogyha egy Geosics, egy Teklics, vagy valamilyen horvát nevű kutató megjelen, akkor ő mekkora lesz az esélye annak, hogy ő horvát tanár úrnak a naplóját fogja kézbe venni. Furcsa volt ez a dolog természetesen a korábbi időszakban is, tehát a rendszerváltozást megelőző időszakban is, mert azt azért tudomásul kell vennünk, hogy ez az időszaknak a történet szemléletét az osztályokra osztó társadalom határozta meg, tehát ezek az iratok, ezeket nem tekintette történeti értékű megőrzésre érdemes anyagnak, és ezért fontos, hogy mégis ilyen típusú iratanyagok bekerültek hozzá. A másik az, hogy ennek a korszaknak a történet szemlélete éppen azért, mert osztály vagy maximum csoport szintig vizsgálta a társadalmat, pontosan az egyén, a személy, az sikkadt el, ami viszont német tanár úr
naplójából, irodalmiában nagyon erős. Magán a köteten is örömmel láttam, hogy a napló kifejezés az idézőjelben van téve. A napló a reneszánsz korszaka óta azt lehet mondani, hogy hozzátartozik a hétköznapjainkhoz olyan szinten, hogy egyes időszakokban a kiskamasz kortól mások éppen a felnőtt korba lépve indítatást éreznek, hogy naplót vezessenek, ami egy nagyon jó, akár pszichológiai oldalról nézve is feszültség oldal valami. De hozzá kell tenni, hogy nagyon személyes, én központú, hiszen az a jellemzője, hogy nem a világ másik felét, hanem a saját életemben történt eseményeket vizsgálom, vagy ennek szemüvegén keresztül kommentálom a világ dolgait. Most megfordult egy kicsit a dolog, hiszen a napló, a blog, az internetes napló pontosan ezt veszített fel, hogy már úgy készül a napló, hogy tudom, hogy felrakom az internetre és a következő pillanatra akár ezrek vagy százezrek is olvashatják. Természetesen itt olyan gondolóról van szó, aki hát azért jelentős tevékenységet végez, de a rockstárok, kolapolitikusok ehhez előfordul. A személyesség. Tehát ha ez így lenne, akkor német tanár úr a falu történetét, az itt töltött 30 évét azt úgy mesélte volna el, hogy ő lett volna a központ, és minden bekezdés talán úgy kezdődött volna, hogy én. Nem erről szól ez a napló. Egy nagyon furcsa műfaji keveréke a falu krónikának, a falu monográfiának. Ha a történeti adatokat hivatkozásokkal látta volna el, nagyon nyugodtan ki lehetett volna adni monográfiaként. Némely esetben akár kalendáriumként, énekeskönyvként is hasznosítható, hiszen azt talán a kötetből is látszik, hogy ez 500 lapot tartalmaz. Tehát közel 1000 oldalas. Biztos, hogy itt ebben a kötetben ez nem egy teljes szövegközlés, hanem a szerkesztő bevezetőjében az olvasható is. Ez egy válogatás. Ebből a leglényegesebb, a Szent Péterfára vonatkozó legfontosabb adatokat közül. Miért örülök annak? Bármennyire is furcsán fog hangzani, ennek a megjelenő kötetnek nem az a célja, hogy a levéltárban soha többet elő ne kelljen venni ezt a kötetet. Nem. Pontosan az a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet, kiaknázza a még feltáratlan adatokat, más szempontú megközelítéseket is a tudományos világ elé tárjon. És a tudományos világ másként fogja kezelni, önök szentpéterfaiak hogy fogják olvasni. Minden egyes személy, rokon, ismerős, hát itt sokan vannak olyanok, akiket a tanár úr tanított is, vagy az unokákat írt. Itt személyes kapcsolat van. Itt sokan fognak ráismerni a szeretőkre. Nekünk, amikor bejött ugye egy Geosics, vagy egy Filipovics, de akkor még nem tudtuk, hogy egy Garamvölgyi, vagy Szentpéterfai néven mondjuk egy Haklicsot takar, tehát hogy még szélesebb azoknak a köre, akik lehet, hogy Szentpéterfáról jöttek. Értékes kötetről van szó. Ezt talán abban tudnám a legjobban jellemezni, hogy találtam olyan szerzőket, akik törzsanyagként kezelve nem hivatkoztak rá. Ugye a mai világban ez egy ismert kifejezés, hogy törzsanyag. Gazdagfalú Szentpéterfa nem csak anyagiakban, hanem szellemiekben is. És mégis azt kell kérnem önöktől, hogyha a kötetet kézbe veszik, bár legyenek elégedettek, de ne dőljenek hátra. Van még feladat. Ennek a kötetnek Szentpéterfa minden családjához el kell jutnia. A kört ezután szélesíteni kell, Vas megye minden könyvtára, minden olyan kutatóhely, egyetem, ahol a horvát nyelvvel, néprajzzal, vagy helytörténettel, történettel foglalkoznak. És még inkább szélesíteni kell a kört. Vannak olyan családtagok, akik Ausztráliától Amerikáig, Németországig már
lehet, hogy a magyar nyelvet vagy a horvátot is gyengén beszélve, de talán még meg tudják mutatni az unokáknak ezt a kötetet. És akkor lehet nyugodtan azt mondani, hogy az a mag, amelyet német tanító úr vetett el, plantált, az beérett, és az abból fejlődő mag újra termékeny talajra fúl, és a Szentpéter fai szellem és jellem megmarad. Ehhez kívánok önöknek sok sikert és egészséget. Igazából azt kell elmondani róla, hogy azért kértük meg Sándor, mert nagyon hozzáértő, ismerte a naplót, horvát anyanyelvű, közel áll hozzánk mindenféle téren a Sándor, és nagyon bíztunk az ő szakértésében, a hozzáértésében, és ezt be is bizonyította, hogy azt rátadom a szót a Sándor. Tehát Jánik számmal mi nem rozsica. A jó steze ondák, akkor dojde dan kolega, pa skoro se povidieš, tok se moglo povidat. Per buruku. Ali što će imo drugi je vi drugi u redu. I ja bi isto morala što znamo reći sa ovu knjigu. I zbog toga što je i Nuša rekla, da se ni sam sad prvi put našao s ovom knjigom. Ja sam isto tako sidil u arhivu već puti, kad sam si iskral materijal ili za priključenje naši sjel, najzad priključenje, ili za etnologiju, ili za bilo što, što ide za naše hrvatska sjela. Ali mislim da je med nami toliko ugrov, zbog česa bi se kjerala da nas možda po bugerski daje govorit, a ne po hrvatski. Vi engedjeti meg, hogy akkor folytasson magyarul, hiszen így vagyunk többségben, mert vannak olyanok közöttünk, akik nem értenek majd horvátul. Szerettem volna utalni arra a bevezetőmben, hogy nagyon nehéz megszólalni nekem így itt, hiszen nem vagyok anyukám rózsácskája, mint ahogy a kislánya szavalatban elmondta. Még nehezebb a dolgom, amikor jön egy kolléga és szinte mindent elmond, amit úgy első kézből az ember elmondhatna, elmondana egy ilyen kötet kapcsán. De mégis azt kell mondjam bevezetőjük, hogy nem először vettem én a kezembe ezt a kéziratot, amikor a Szentpéterfai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megkért arra, hogy hát gondozzam a szöveget, belőle majd. Hiszen előtte akár a Trianon utáni visszacsatolásról volt szó, akár néprajzról volt szó, akár bármi más olyan dologról, ami a Jelenség horvátokat, a történetüket, vagy bármilyen tematikájukat érinti, akkor én is rendre betértem a levéltárba, és hát forgattam ezt a kötetet nagy haszonnal. Sok mindent megismertem már, és megtudtam akkor Szentpéterfáról, a szentpéterfaiakról, és most jó volt megint visszatérni a kötethez. És hogyha ott folytatom mégiscsak, amit Laci mondott, akkor én azt mondanám, hogy ha a naplószónál maradunk, akkor egyetlen kis szócskával toljuk meg ezt a szót. És mondjuk azt, hogy ez egy köznapló. Köznapló, méghozzá Szentpéterfa első világ, nem is úgy az első világháború, mondjuk azt, hogy a 20. század első felének történetét mondja el, foglalja össze. Igaz, hogy a történeti rész kicsit korábban indul, hiszen a tanító úrnak, Németh Jánosnak az volt a szándéka, első körben az volt a szándéka, hogy a kor iskolai hagyományának megfelelően az úgynevezett népismeret oktatásához adjon segédletet minden olyan kollégájának, aki talán kevesebb ideje volt a faluban. És aztán rá pár évre úgy gondolta, hogy meg kell toldani további ismeret anyaggal, mert már olyan sok idegen és új fiatal tanító került ide a faluba, akik szinte semmit nem tudtak az itteniekről, erről a környezetről, ennek a múltjáról, e falu múltjáról, e falu környezeti jellemzőiről, település leírásáról és egyebeiről. Így aztán szépen csokorba szedte a falu belterületének a bemutatását, utcáról utcára haladva, szépen végigvette a különféle
fontosabb földrajzi határbéli területeket, a Tisztó legelőtől kezdve a Pinka mentéig, vagy éppen a Szőlőhegyig, ugye, ami akkor már odaát volt Ausztriában, és mindenféle más egyebet is hozzátoldott. És mint ahogy az ember úgy, amikor inkább magának írogat, de szeretné, hogy közhasznú legyen, akkor úgy, ahogy sodorják a gondolatok, ami eszébe jut, úgy fogalmazza egymás után össze ezeket a dolgokat. Hát így történt ővele is. Én ezekben a részekben csak nagyon minimálisan akartam belenyúlni a szerkesztés kapcsán, és a lábjegyzetekben ezeket szerepeltetjük is, hogy melyik részt honnan emeltük át. Lehetett volna ezt még tovább bontani és osztani, mert ha majd a kezükbe veszik a könyvet, és egy olyan fejezethez érnek, hogy ruhaviselet, akkor a ruhaviselet sok mindenről szól az elején. Annak a fele inkább a falu erkölcsét, az erkölcsi jellemzőit foglalja össze. Tulajdonképpen én értem ám az ő szándékát, mert ez is része a viseletnek. Hiszen azért ő utóbb, amikor rátér a viseletre, hogy eltűntek már a régi ruhák, és utána pedig folytatja az újdonságokkal, a rövid szoknya, a félcipő, a selyemharisnya, tehát a városi divat, a városokon szolgált és szolgáló leányaink importja, amely a mostani gyomorúságos anyagi helyzettel fordított arányban törtett előre. Én jó, hogy a bubi frizurák egyelőre távol tartják magukat innen, de ki látja a jövőt? Írtam tanítom. No, ezt előzi meg az a bevezető, ahol hát ahogy kollégám Mária László is megdicsérte a helyieket, ő is dicséri a helyiek szorgalmát, a helyiek jó magaviseletét, jó erkölcsi életét, és egyéb hasonlókat próbál itten méltatni, értékelni. Másról is kell beszélnünk a kötet kapcsán. Nagyon-nagyon sok hosszú lábjegyzet is található a kötetben, mert én nem szerettem volna kivenni azokat a részeket, amiket a májpák szerintem nagy örömmel fognak olvasni, mert emlékezni fognak majd vissza arra, ahogy a régi tanár úrnak, a tanító úrnak, vagy éppen a plébános úrnak a jubileuma kapcsán köszöntötték őket. Hogy ki mondott verset, mit mondott, mi következett utána. A szónoklat nagyon gyakran, szó szerint szépen idézve van, ez egy olyan különlegessége Péter Fának, hogy azt hiszem, hogy alig van ilyen település, ahol a helyi múltból ilyen apró, finom részletek megmaradtak volna az utókor számára. Ezért nem akartam, hogy ez kikerüljön a kötetből, viszont aki esetleg nem akar a részletekbe belebonyolódni, az tovább tud menni a kötet lábjegyzet nélküli részén, és akkor is tudja élvezni a történeteket. Ha már a könyvről beszélünk, akkor egy kicsit azért a tanító úrról is beszélni. Azt gondolom, aki sokat forgatja ezt a kötetet majd, vagy aki már sokat forgatta magát a kéziratot, az, ha nem is találkozott az életében, vagy nem találkozhatott az életében Németh János tanító úrral, igazgató úrral, akkor is azt mondhatja, hogy megismerte őt. Valamilyen formában ismeri. Egy picike idézetet szeretnék most itt felolvasni önöknek, amelyik talán jól összefoglalja azt a nagyon érdekes egyéniséget, ami Németh János tanító úr volt. 1936. április 13-án, húsvét hétfőn, Garlovics Vince plébános úr a szószékről hirdette ki, hogy ezentúl vasár és ünnepnapokon a nagymise alatt magyarul énekelni nem szabad. Ezt a felsőbb hatóság ez irányú intézkedésével okolta meg. Ezen intézkedés helyes vagy helytelen voltáról a jövő nemzedék lesz hivatott igazságos bírálatot mondani. Tény, hogy ez az intézkedés egy 30 éves szokást akar megszüntetni a Communitas Fidelissima községben. De tény az is, hogy ha az elmúlt 30 év alatt a hivatalos személyek hasonlóan gondolkodtak és cselekedtek volna,
E község sohasem jutott volna egy megtisztelő névhez. 30 évvel ezelőtt vezetődött be, tehát ehhez képest az a szokás, hogy a nagymisén, ugye, magyarul énekelnek. Írta 36-ban a tanító úr, akkor már igazgató úr, ugye. Ő 1904-ben került ide a faluba. A 30 évvel ezelőtt, 36-hoz képest 1906-ban volt, ugye, ha jól számolom. Tehát szemlátomás ott van, hogy ő és ugye a plébános úr, Strasser plébános úr együttesen alakítgatták úgy a falu közvéleményét annak idején, hogy a nagymise az magyar mise volt, magyar énekekkel. És hát ezt megváltoztatta a Karolics plébános úr, akit egyébként itt lehet, hogy úgy tűnik, hogy elítélően minősít a tanító úr, a későbbiekben más cselekedetei kapcsán meg nagyon pozitívan értékeli őt. De ez a kitét, ez a viszonyulás, hogy tehát fontos, hogy magyarul tudjanak, magyarul beszélnek, magyarul énekelnek Szentpéterfán. Meg az a szöveg, amit aztán később 1956. február 29-én fogalmaz meg Drági Hrvátszky Bráti címmel, ahol tulajdonképpen egy mondatot idézek, jó, mert nem szeretném felolvasni az egészet. Szívesen felolvastam volna, de nem akarunk ilyen hosszan szerintem itt maradni ezért. De a tanítókhoz, pedagógusokhoz szól, és a plébánosokhoz, papokhoz. Deste skupa. Učitelje i duhovnike je Bog izabral na prvo da naš hrvatski jezik, vakon živi narod, čuvate, obdržate. I za vo dilat, kim je na vo dana mogućnost, ne zmanjkajte. 36-ban kicsit számonkérőleg írja, hogy ej, plébános úr, hát most miért kell a nagymisén horvátul énekelni megint, ugye, mint régebben. Mert hogy a communitas fidelissima, a magyarság érzet, ugye, a magyarság tudat, az milyen fontos a mi falunkban, és hogy ezért is nyerhettük el, kerülhetünk vissza Magyarországra, és nyerhettük el ezt a megtisztelő címet. Ugyanakkor itt van ez a kitét, és azt mondta, hogy 56. De hogyha számba veszünk azt is, hogy német tanító úr nem csak ekkor, hanem már a század, 20. század elejétől szinte folyamatosan írta a maga rövidebb és hosszabb versecskéit, amikből itt a gyerekek egy szép csokorral hoztak is máma és előadtak. Meg még ha azt is számba vesszük, hogy nem csak verseket írt, hanem népszíműveket is. Volt népszínű, ami megjelent a győri horvát újságunkban, valahol még a 10-es években, 20-as évek elején, több részben közölték le, akkor azt kell mondani, hogy ő igazán a falu motorja volt, karöltve a plébánosával. Ahogy egyik helyen írja is, hogy kapálgattunk, hát nem csináltunk mást a plébános úrral, csak kapálgattunk a szőlőben. Gyomlálgattunk, meccegettünk, hogy javuljanak a lelkecskék. Péterfa volt az ő szőlőhegye, az ő szőleje, és azt gondolom, hogy ilyen, azért ilyen szép számmal vannak itt ma ezen a könyvbemutatón, annak ő is az oka, mert meccegetett, mert kapálgatott, mert gyomlálgatott, és azt remélem, ahogy eddig is ő utána, meg a plébános társai után is voltak nagyon szorgos és jól kapálgató, jól gyomlálgató tanárok, tanítók, meg plébánosok. Remélem lesznek is a jövőben Szentpéterfa számára ilyen emberek, akik segítik majd a jövőjét is építgetni a falunak. Hogy nem húzzam el túlságosan, hogy mennyire aktuális tudok lenni, szeretnék idézni egy verset tőle befejezésül. Testi Dáni. Teskedánke zsívimo, sziszejáko túzsimo, dácsára sztiesze vise,
a prázdne sú knižice. Saki tajdambu vňujú, da si plátiš porciu. Bude ferky se smije, da búbaň za mandarie. Šláv se nedá več tirat, preša začne ju rtucat. Ko ne dojde pomoči, vriete puknut obruči. Nikakove tobre ni, ima rif to vrač leni. Glavo nukamo spodar, da ne praha je mesar. Urodnja je negmala, ko ži pratež ni dala, da dvi maže pšerice moraš dat za čisliče. Mi ho od velkoga duga ne vidi van iz luga. Glavu maše, vakov svit, več se ne daju živit. Na stolac je težko sjel, stoluji vegeren čer. Po njih stoju štari, išču sjena v jasli. Neka postu, fora ni. Sama slama ne godi, i krava ni drugače, kojo še ljubi kaše. Živi vako ti se ja, puzi grunat, kudi slak. Što će biti plača? Prazni žep, prazna kamra. Kako će biti, što će dvojit? Je li će lov stari šprojit? Dobiti znak uvidat. Vinda se moraš ufat. Ispit, litar, ispit. Pa po velu
za minutu tjata cidu, korišti put hidromiru, hidromiru. Ključni pjavu kličice vrati, kloža zemlja na svo postavi. Kad se ona nagibljuje, izbavija se skar pogibje, skar pogibje. Od bilo ovo črnjeno, ovo braći tjalo beteško. Svaka kaplja vakoviće, plaveni je žitka cviće, žitka cviće. Svaka kaplja vakoviće.